Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés, mi az ő gondolata, mi az ő terve? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható a gyűrű. Ez jelenti a kapcsolatokat. És a gyermek utalhat az ártatlanságra, a fiatalos kisugárzásra, persze a gyermekekre is. Azon kívül jelent egy új kezdetet. A gyűrű jelenthet szerződéseket, kapcsolatokat, vagy azt is, hogy valaki visszatér a múltból. És itt lesz egy új kezdet, amit a gyermek még jelent, hogy ő közeledik hozzád, visszatér hozzád, keresi a kapcsolatot veled, és a gyermek jelenti az ártatlanságot, és egy új irányt, egy új kezdetet. Esetleg azt is jelenthetik a képek, hogy szeretne veled összeházasodni, és a gyermek egy kisbaba születését, tehát itt család alapításról is szó lehet. Hogyan érzi magát? Itt a csillagok szerencsét hoznak, sőt azt is jelentik, hogy megvan nála a bizalom, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillag képekben ez meg van írva. Itt van a pecsét, tehát ő biztos a dolgában. A levél jelenthet egy hírt, vagy hogy ő tervezi azt, hogy ír neked, vagy elvárja azt, hogy te írj neki. Más helyzetekben a levél és a gyűrű is jelenthet bizonyos szerződéseket, adásvételi szerződést, munkahelyi szerződést például. És mit fog tenni? Itt látható a hegyvidék, és lehet, hogy ott akar egy ingatlant bérelni vagy vásárolni, de a hegy jelenthet még nehézségeket, problémákat, ami az otthonát illeti, ami a családot illeti, vagy szeretne valamit kiépíteni, vár arra, hogy legyen egy új kezdet, szerződések, és ebben az esetben a hegy jelentheti a téli hónapokat is, hogy a télen majd ez sikerülni fog. Amit a kártyák még jelenthetnek, egy közös otthon, egy új kezdet, házasság, szerződések, itt van a szerencse, és a hegy vagy hegyvidék, tehát annak a közelében lesz a ház, vagy a téli hónapokat jelenti, tehát mint időkártya. Azon kívül esetleg jelenthet még itt problémákat, nehézségeket, különösen, ami a családját illeti, vagy a te családodat illeti, vagy az otthont. Lehet, hogy ő tervezi azt, hogy veled együtt éljen, legyen egy közös otthon, de úgy érzi, hogy a családod ellene van, vagy nem akarod feladni az otthonodat. Mi köt össze benneteket? A hold. Ez jelentheti az anyukát, az anyai témákat, jelentheti egy kisbabának a születését is. Amit a hold még szimbolizál, ezek az álmok, a vágyak, az elképzelések, és erről álmodozik, hogy veled együtt legyen egy közös otthon, lehet, hogy családot akar alapítani veled. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!